Huszárné Kádár Ibolyát is, Máhidini Magdi nénit köszöntöm szeretettel. Hát nagy napra készül a Zsigszingers, nem se kell most már sokat aludni. December 16-a, ugye a koncert napja, ráadásul dupla koncert a Váci Mihály Kulturális Központban. Kezdjük rögtön a legrosszabb hírrel. Jól tudom, hogy minden jegy elkelt? Hát ez bizonyos fokig jó hír, de úgy meg nagyon sajnáljuk, hogy nagyon sokan nem tudnak eljönni. Két előadást csinálunk délután 3-tól és este 7-től, és sajnos még ezen felül is igényeltek volna jegyeket, de ez a két előadás, ez teljesen telt ház. A zenészektől tudom, akik zenélnek, majd ők mesélték nekem, hogy hát ők hétvégén abban a tudatban hazamentek, hogy akkor vagy 8-10 jegy majd megvendégelik a hozzátartozókat, és akkor szembesültek vele, hogy minden jegy. Ez azért tényleg egy óriási dolog, ugye, hogy így összeáll az együttes hosszú évek után, és pillanatok alatt elfogytak a jegyek. Nekem ez, megmondom őszintén, egy nagyon-nagyon jó érzés, és valahol azt érzem, hogy ezt a csapatot a város nagyon szerette, és ez bizonyítja, hogy még most se felejtette el. Milyen volt találkozni a régi énekesekkel ismét? Vannak, akik az ország másik végében Igen, laknak. Hát nagyon jó. Most mondtam nekik a legutóbbi próbán, hogy amikor elindultam a próbára, akkor olyan kicsit olyan fáradtnak éreztem magam, mert hogy előtte való napokban is a hangszíntanodával is elég sok próbánk volt, de amikor eljöttem az Zsigszingers próbáról, frissebb voltam, mint amikor odaérkeztem, úgyhogy fantasztikus, nagyon jó érzés, ez egy feltöltődés, én úgy érzem nekik is, és nekem is. És nagyon-nagyon szorgalmasan készülnek, én ezt látom. Nagyon. Hát Ibolya, te meg büszke lehetsz rájuk, azt gondolom, hogy az első hívószóra mindenki jött, nem csak erre a rendezvényre, hanem hogy 100 éves idén az Zrínyi, és hát nem nagyon volt olyan eseményetek, hogy ne jött volna az előadó azonnal. Így igaz, szervezőként nagyon nagy öröm, hogy telt ház előtt fog énekelni az Zsigszingers, hiszen ez az esemény beleilleszkedik a centenáriumi sorozatba. Túl vagyunk, ugye a nagy díszünnepségünkön felemelő volt az egész iskolával Kassán megkoszorúzni Zrínyi Ilonás síremlékét, de hétről hétre zajlanak az események. Nyilván nagyon-nagyon várjuk az adventet, és benne természetesen a Zsigszingers koncertet is. Ez az egyik hab lehet a tortán, a sok program közül? Kétségtelenül. Úgy érzem, hogy az Zrínyi Akadémia, illetve az életvitel órák szépen beépülnek már a tanév rendjébe. Például pénteken is lesz egy röplabdatornánk. Ez egy 12 órás röplabdatorna. Ma szociológust látunk vendégül. Múlt héten itt volt Jakab Máté, Nagy Zoli. Felejthetetlen emlékek a gyerekek számára, hogy találkozhatnak, hanem is olyan rég előttük járókkal, és lámmal sikeres edző, rendező, társadalomtudós, és nyilván jönnek utána majd a januári programok a folytatással, de addig nagyon pihenünk, hogy ott szurkolhassunk végig az Zsigszingers sikerének. Sokan, tehát egyik ismerősöm mondta azt, hogy van, ahol még gyümölcsöt is tesznek, aztán majd a habra lesz az Zrínyiben is ilyen, tehát megvan most már a hab a tortán, lesz rajta még gyümölcs is, mondjuk a jövő év elején? Hát a elején nem is, mondjuk jön egy intézményi tanfelügyelet, tehát ez nekünk lesz hab a tortán. Éppen tegnap értesültünk róla, hogy a lehetséges első napon, február 1-én kapjuk majd az intézményi ellenőrzést, de hát ez nyilván a szorgos mindennapoknak a része. Amivel még nagyon készülnénk, márciusban lesz majd egy művészeti gála, ahova volt zriniseket és mostani zriniseket is várunk, hiszen azért azzal is hagydicsekedjek, hogy Ladács Fanni, végzős, Arany János tehetséggondozó programban tanuló diákunk hétvégén az Arany János országos versmondó versenyről a harmadik helyezést hozta el Varga Ildikó tanárnő tanítványaként, tehát ilyen tehetségek most is vannak, és nagyon jó őket bemutatni, de a Bátori utca is hangol. Tehát lesz Bátori utca koncert is, saját kezdeményezésre is, természetesen a diákok családi nappal készülnek, a diáknap is a 100 év jegyében fog telni, úgyhogy még szépen lépegetünk hónapról hónapra. És hát visszatérve egy picit az Zsigszingershez, nehéz volt kiválasztani azokat a dalokat, amik beleférnek egy koncertidőtartamába? Tudom, hogy mindenkinek vannak ilyenkor kedvencei, és hát szeretné, hogyha azt előadhatná. Igen, hát nem volt könnyű, mert azért az Zsigszingers repertoáriában rengeteg dal szerepelt. Most megpróbáltam úgy kiválogatni, hogy ami a 3 évvel ezelőtti koncerten volt, abból csak néhány maradt meg, és inkább újakat. És
nagyon, én úgy gondolom, hogy egyetértettünk, tehát persze voltak helyzetek, amikor megbeszéltük, hogy ezt vagy azt a dalt inkább kihagyjuk, és helyette másikat, de ez közös döntés volt, ennek nagyon örülök, és annak különösen, hogy vannak a lányok között, lányok és fiúk között olyanok, akik tényleg szívükön viselik úgy ezt a koncertet, hogy segítőkészen a szervezésben, például Dicső Ági fantasztikus, a fiam Krisztián, aki a zenekarral állandóan próbál, mert hát ugye a zenekarral most kezdtünk el igazából próbálni mi a kórus. Eddig a zenekar a darabokat nézte át, hogy a kísérlet ugye rendben legyen. Viszont ahhoz kellett egy énekes, és akkor a lányok közül is időnként mindig mentek erre a próbára Krisztiánnal együtt, és így állt össze tulajdonképpen. Vagy például Fekete Dalma, aki nekünk nagyon sokat segít mindenféle tekintetben, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezeknek a fiataloknak, hogy ilyen komolyan. Én ezt nem is gondoltam. Tehát nem azért, mert nem feltételeztem róluk, csak hát mindenkinek megvan a maga munkája, elfoglaltsága, és persze vannak olyanok, akik ezért nem is tudtak eljönni, de egy nagyon kedves SMS-ben vagy levélben értesítettek, vagy telefonon, hogy nagyon sajnálják, de nem tudnak részt venni. Ezt megértem, tehát mindenki nem lehet itt, de én is úgy gondolom, hogy egy olyan 50 fő biztos, hogy lesz. Köszönjük szépen még egyszer magát a beszélgetést is, meg hát a koncertet, hogy meghallgathatjuk. Szépen. Majd tehát december 16-án a Váci Mihály Kulturális Központban, hát aki nem fér be, az javaslom nem az ajtó előtt. Így van, vagy álljon az ajtó előtt valahol, és akkor igen, hallgathatja majd a koncertet. Hogy harmadik koncertet kellene szervezni. Köszönjük szépen még egyszer.